Június 1-től 18%-kal magasabb árat fizetnek Óbecse község polgárai a szemétgyűjtési és elszállítási szolgáltatásokért. A Tiszamente Óbecse kommunális szolgáltató Kft. Ugyanis kérelmet nyújtott be árai korrekciójára, amelyet a Városi Tanács jóvá hagyott. A 120 literes kannák tartalmának új havi elszállítási költségei 640 dinár 20 para, míg a 80 literesekért az új ár összege 426 dinár 80 para. Želim odmah na početku da naglasim nešto je bilo raznih komentara. Szeretném rögtön az elején kihangsúlyozni, mivel különféle kommentárok voltak ezzel kapcsolatban, hogy a Tiszamente korlátolt felelősségű társaság és nem közvállalat. Így mi nem vagyunk a költségvetés felhasználói, és nem is kapunk eszközöket a költségvetésből. Csak hogy válaszoljak a rosszindulatú emberek közösségi oldalakon megjelentetett kommentárjaira, akik azt állítják, hogy mi a község pénzét használjuk. Minden pénzeszközt, amit megvalósítunk, azt a saját tevékenységünkkel valósítjuk meg a munkánk által, nem pedig a községi költségvetésből. Másfelől az emberek szeretik összehasonlítani a mi árainkat a környékbeli községek áraival, de csak nagyon kevesen hasonlítják össze a minőséget, amit mi nyújtunk. Áraink a drágítás után is még mindig alacsonyabbak, mint más községek árai. Június 1-től érvényesek az új árak, és még egy újdonság, hogy Dreán és Milesevón is minden héten elszállítjuk a szemetet. A szolgáltatási árak korábbi korrekcióját 2 éve hajtották végre, mutatott rá Fejes, és emlékeztetett arra, hogy azóta többször is emelkedett az üzemanyag, valamint a minimális munkabér ára és a jármű karbantartási szolgáltatások ára is. A másodlagos nyersanyagok gyűjtésére szolgáló konténerberuházásokról szólva a Tiszamente igazgatója rámutatott arra, hogy ezek beszerzésébe a vállalat nem fektetett pénzt, ugyanis a legnagyobb részt az EcoStar Pack országos csomagolási hulladékkezelő szerezte be, részben pedig Óbecse község vállalkozói biztosították. Projektné jesenje spremanje, a tavaszi és őszi nagytakarításról, azaz a nagyméretű hulladékszállításról átadjuk a tervet, és mindannyiuknak alkalmuk volt látni ezt a tervet, ennek teljes kidolgozását, hogy hány munkaórát dolgozunk. Ezt a felügyelőség minden nap ellenőrzi és hitelesíti, majd ezek után számlázzuk, mint szolgáltatásnyújtás, nem pedig a költségvetési eszközök használata. És ezt nem mi határoztuk meg így, ezt a község határozta meg, hogy ennek költségeit a helyi önkormányzat finanszírozza. Azt is el kell, hogy mondjam, hogy nem is tudott ebben a helyi önkormányzat minden évben részt venni. Mi azonban továbbra is elvégezzük ezt a szolgáltatást. 2 héten keresztül, minden tavasszal és ősszel elszállítjuk a nagyméretű hulladékot, annak érdekében, hogy ne alakuljanak ki illegális szemétlerakók. Én tudom azt, hogy az áremelkedés nem népszerű intézkedés, de sajnos ebben a helyzetben nekünk más választásunk nincs. A szemétszállítást a polgároknak háztartásonként, a jogi személyeknek pedig az üzlethelyiség nagyságától függően négyzetméterenként fizettetik meg. Ezúton kérjük a jogi személyeket és vállalkozókat, hogy jelentkezzenek, hogy megállapíthassuk az üzlethelyiségük reális négyzetméterenkénti nagyságát, mert amennyiben nem jelentkeznek, mi a rendelkezésünkre álló adatok alapján fogjuk számlázni a szemétkihordást. Mivel nagyobb üzlethelyiségekről van szó, általában számos félreértés adódik, úgyhogy legjobb lenne, ha időben jelentkeznének. Mi nem szeretnénk megfizettetni olyan négyzetmétert, amit a tulajdonos nem is használ, amelyben nem keletkezik szemét sem. Úgyhogy minden jogi személynek jelentkeznie kell a mi jogászunknál, hogy közösen meghatározzák a valós és használt felület négyzetméterét, mert hiszen nem az a célunk, hogy sokkal többet fizettessünk meg, mint amennyit reálisan meg kell fizettetnünk. Amennyiben azonban nem készül el ez a jegyzőkönyv, amely tartalmazza a közösen meghatározott nagyságot négyzetméterekben, akkor a cég regisztrációja alkalmával bejelentett négyzetméterek alapján fogjuk megfizettetni a szemétszállítást.